Sziasztok! Sziasztok! Tinával mikor? Egy hónapja kezdtünk együtt dolgozni online coachingba, és most látogatott meg először itt minket a kis központi termünkbe. És most fogom látni először googolni így élőbe. Videón már egy-két dolgot megbeszéltünk. Tina, azt gondolom egy kicsit speciális eset olyan szinten, hogy nagyon erős. Mennyi a húzásod most? Vagy mi volt a legjobb húzásod? 145 kg. 145, meg ilyen súlyokkal azért húzott jó néhányszor. A googolása az ehhez képest mindig is gyengébb volt, és azt gondolom, hogy ez arra vezethető vissza, vagy hát nem is gondolom, hanem ezt ő mondta nekem, hogy volt elég sokszor egy ilyen visszatérő csípőfájdalom, aminek az okára nem igazán jött rá. Kattogott a csípő, fájt egy kicsit a belső része, meg úgy a googolása sose akart összeállni igazából. Nem szeret googolni, mondjuk így, és nem? Nem szerettem, de nem szerettél googolni, igen, ezek miatt, meg nem érezted annyira stabilnak. Kijavítottunk jó néhány dolgot így még videón keresztül, de most szeretném majd azt megnézni, hogy Tina hogy googol, tényleg így élőbe, mit tudunk rajta esetleg változtatni törzsfeszítésben, hátfeszítésben, és a többi, és a többi. Megnézzük majd a mobilitását, és azt szeretném, hogy ennek segítségével ti is egy képet kapjatok arról, hogyha esetleg van csípőfájdalom ugolásnál, vagy felugrik a segg, vagy beáll a derekatok, és hasonló ilyen anomáliák jönnek elő, annak a javítását, hogy közelítsétek meg ezt a témát. Na, azt fogjuk csinálni, hogy először Tinának nézzünk egy pár googolását együtt. Én is most látom először. Googolj még egy 3-at, 4-et. Oké. Visszarakhatod, Tina. Jó. Oké, még 3 ismétlés nézzünk. Azt szeretném, hogy lássátok, hogy ahogy elkezd lefele menni Tina, meg ahogy jön föl, akkor is egy picit mindig a medence előre billen, és van itt egy kis túlzott pucsítás az alsó háti gerinc szakaszba. Maradj most lent, Tina, légy szíves. Így van. És most, ha itt Tina ráfeszít erősen a hasára, akkor az más érzés lesz, igaz? Feszült eddig? Feszült. Feszült? Jó, oké, és gyere föl. És én azt szeretném a googolásában most egy picit első körben majd kigyomlálni belőle, hogy a dereka az ne pucsítson be, amikor elkezdünk fölfele jönni. Oké, visszarakhatod. Szuper. Megnézzük azt, hogy a csípő mobilitásod milyen, milyen széles terpezbe kell, hogy googoljál. A boka mobilitásod milyen, mert az nekem egy kicsit lehet, hogy gyanús, de aztán majd meglátjuk. És aztán kicsit foglalkozunk a törzsfeszítéssel, hátfeszítéssel, meg ilyesmi. Na, azt szeretném tenni, hogy feküdj hanyatt a földön. Ott nagyjából úgy, jó? Aha. Na, megnézzük Tinának most azt, hogy a csípő befele-kifele rotációs képessége milyen. Szóval úgy fogom csinálni, hogy a térdet körülbelül a csípő vonaláig felemelem, és gyakorlatilag a térd lesz, vagy a comb lesz a forgástengely, és először megnézzük azt, hogy befele mennyire tud rotálni a csípő. Itt most körülbelül azt keresem, hogy legalább egy ilyen 30 foknyi befele rotáció legyen. Ez Tinának inkább 45 fok, tehát ez egy kifejezetten jó befele rotációnak számít, amire egyébként annyira nem is számítottam. És a kifele rotációnál pedig azt keresném, hogy legalább egy 60 fok legyen, de itt ez most inkább csak egy 30 fok körül, és már érzed te is, hogy itt feszül, igaz? Nem fáj, de feszül, érzed, hogy nem akar oda menni. Csak hogyha, jó, nyilván, hogyha erőltetem, akkor oda tud menni, csak valószínűleg már nyúlik a farizmod, és olyan nem kényelmes dolog. Aha, jaj. Tehát kimondhatjuk ez alapján, hogy a jobb csípő legalábbis sokkal jobban tud befele rotálni, mint a bal csípő. Megnézzük a másikat is. Nyilván Tina szólna, hogyha fájna, de nem fáj neki. Körülbelül ez a 45 fok itt is megvan, és igazából itt még nem kell erőltetnem. Itt már igen, ott már kicsit érzed. Aha. Szóval mindjárt megnézzük még egy kicsit jobban, és megnézzük a kifele rotációt is. Aha. Ez hasonlóan rossz, talán kicsit kevésbé rossz, de azt a tanulságot vonhatjuk le, hogy befele jobban tud sokkal rotálni, mint kifele. Ezt mindjárt majd összefűzzük azzal, hogy kéne ugolni. Megnézzük most még azt is, hogy milyen terpesz szélességbe
tud a csípő leginkább flexiós irányba mozogni, tehát hol tud a térded a legközelebb kerülni a mellkashoz, úgyhogy közben a derekad nem billen be, és a medencéd nem billen be, és a derekad nem görbül be. Tehát azt szeretném, hogy egy icipicit ezt a részt próbáld elemelni a talajtól, tehát egy nagyon pici homorítást próbálj megtartani, és közben csak lazán megnézzük azt, hogy hol tud a legkényelmesebben mozogni a combcsont. Aha, itt már egészen kevéssé, igaz? Ott már kicsit fáj is. Aha. Talán itt volt a legjobb, igaz? Nem fáj most. Most nézzük meg itt ilyen szűk terpezbe. Egyébként itt se rossz. Igen, itt fáj. De itt már fáj. Aha. Tehát valami olyasmi a legjobb, amikor egy ilyen válszéles terpezben vagy, vagy a térded itt a vállad vonalában vagy kicsit kintebb. Jó? Melyik a fájós csípőt, Tina? Az, aha. Ja. Érdekes, hogy rotációja ugyanolyan volt a kettő egyébként. Megnézzük itt is. Nagyon, ez nagyon kattog. De most nem kattogott. Most mikor letetted. Ja, ja, ja. Aha. Jó. Aha. Ahogy megyünk kifele, nem tudom, érzed-e, egyre kisebb a mozgástartomány. Aha. Érzed? Már belső combod valószínű, hogy, hogy húzódik. Aha. Na, tehát ezek alapján azt tudjuk eddig leszűrni, hogyha most csak a csípőt nézzük, és még a bokát nem, hogy neked körülbelül egy ilyen válszéles terpesz, és inkább előre vagy csak egy kicsit kifele forgatott lábfejek jók, mint nagyon kifele forgatott, hiszen minél arányaiban minél jobb a befele rotáció a kifele rotációhoz képest, annál inkább előrefele kell mutatni a lábfejeknek. Vannak olyanok, akinek a befele rotációja egészen szar, tehát mondjuk ennyi, viszont a kifele rotáció nagyon jó, nekik inkább érdemes kifele forgatni a lábfejüket, te nem vagy ez. Ehhez képest engem most igazából meglep az, hogy te széles terpezbe szokták ugolni, és megnézzük a bokádat most ezért, tehát álljunk föl, és most azt fogjuk csinálni, hogy megállsz szemben az oszloppal, úgyhogy a nagy lábujjad érinti az oszlopot, lenyomod a sarkadat a talajra, és nekinyomod a térded az oszlopnak. És megnézzük azt, hogy mennyire tudsz hátrajönni az oszloptól, és nekinyomni a térdedet, úgyhogy közben a sarkad lemarad. Most nyilván rajtam van egy súlyemelő cipő, ez nekem sokat segít. Jó, és felmérjük azt, hogy a boka mobilitás milyen. Aha, jó, jöhetsz hátrébb. Jó. Másik lábam mindegy. Aha, az tök mindegy. Ja. Ne guggolj bele. Aha, csak próbáld előre tolni. Aha. Az, arra is kíváncsi vagyok, hogy mikor kezded el érezni, hogy húzódik a vádli, vagy itt elől kicsit csípődni a... Nem fáj. Nem, és nyom bele a sarkad a talajba rendesen? Aha, jó. Oké. Okay. Általános szabályként, hogyha körülbelül egy tenyérnyi távolságra el tudunk jönni a faltól. Nyilván, hogyha valaki 2 méter magas, akkor jó, ha kicsit hátrébb, hogyha valaki csak 1,50, akkor nem is kell feltétlenül, hogy meglegyen. De egy olyan magasságú embernek, mint te, hogyha egy tenyérnyi távolságra el tudunk jönni a faltól, tehát ilyen 10 centire körülbelül, akkor az már elegendő bokamobilitás. Nézzük a másik lábot is. Így van, kicsit hátrébb jövünk. Oké, okay, még kicsit hátrébb. Még kicsit hátrébb. Jó, fasza, oké. Okay. Na. Nem, az, ez bőven elég volt. Tehát hol tartunk most? Jó a bokamobilitás. Ami azt is jelenti, hogy igazából súlyemelő cipő annyira nem feltétlenül indokolt. Lehet, hogy kicsit segíteni fog, de általában azoknak, csak megérdezted azt is, hogy kell a súlyemelő cipő. Ugye általában azoknak szokott kelleni a súlyemelő cipő, vagy azoknak kvázi elengedhetetlen, akiknek rosszabb a mobilitása, és nem is nagyon lehet javítani rajta. Neked nincs ilyen bajod, tehát előre tudod szépen nyomni a térdeidet, és ja, súlyemelő cipőre nincs szükség. Tehát ott tartunk most, hogy jó a boka, a csípő kifele nem nagyon tud rotálni jól, befele jól tud rotálni, és valahol ilyen válszéles terpesz környékén van az, ahol te jól tudsz guggolni. Tehát nézzük meg egy olyan guggolást, amikor ezeknek a feltételeknek megfelelően állítod be magad. Jó, tehát nézzünk egy kicsit. Hát ez válszéles? Itt fáj. Nem, majd megnézzük, játszunk vele. Aha.
Jó? Oké. Okay. És googoljunk egy 4-5 ismétlést szép lassan. És azt szeretném, hogy az alján feszíts kifele a térdeket rendesen. Tudod kifele nyomni most jobban? Álljunk csak meg az alján. Állj meg ott, és nyomd kifele őket jobban. Még jobban, még jobban, még jobban. Jó? Fáj itt? Nem fáj. Csak olyan fura. Aha, oké. Okay. Felállhatsz. Felállhatsz, köszi. Jó. Amire én gyanakszom egyébként az az, hogy ilyen törzsfeszítési problémák is lehetnek, meg légzési, aztán meglátjuk majd. Azt szeretném most, hogy feküdj hanyatt a földön. Megint. Húzd fel a lábaid úgy, hogy a talpadon támaszkodsz. Hogy? Így a térdeidet húzd fel, a talpadon támaszkodsz, és ragd a kezed a tested mellé. És lélegzünk most párat. Orron keresztül be, szájon keresztül ki. Csak úgy, ahogy természetes. Aha. Nagy levegő és kifúj. Szeretném azt, hogy vegyél akkora levegőt, amekkorát csak tudsz, és az összeset fújt ki. Az összeset fúj ki. Oké. Még egy ilyen nagy levegő. Most fekete póló van rajta, nem tudom kamerán mennyire fog látszani, de elég erősen észrevehető az, hogy innen lélegeztél. Hogyha most alaphelyzetbe fekszel így a földön, igaz? Hát most nem figyelsz semmire, most így a kényelmes. Most próbáld kitapintani azt, hogy hol vannak itt az alsó bordáid. Fogd meg az alsó bordáidat. Aha. Na és azt érzed, hogy be tudsz nyúlni alájuk, igaz? Kicsit úgy átszúrják a pólót. Ez azt fogja nekünk jelenteni, hogy neked alapállapotban egy kicsit a borda kosár az megvan így billenve ebbe az irányba. És hogyha most innen akarod megfeszíteni a hasad, vegyél egy nagy levegőt és feszítsd meg a hasad. Feszítsd meg a hasad. Jó, ez most egy valamekkora hasfeszítés, igaz? RP 10-es hasfeszítés? Nem ugorhatnék rá páros lábbal a hasadra, nem. Jó, na, az nekem, hogy már így súly nélkül is így lélegzel, az egészen biztosan azt jelzi, hogy súly alatt is így lélegzel, mert amikor van 90 kg a hátadon, vagy 100 kg, vagy akármennyi, akkor... Nem tudom, én igazából szájon szoktam. Aha, mindjárt megnézzük úgyis. Általában orron keresztül sokkal hamarabb megy a hasba a levegő, mint szájon keresztül. Ja, tehát ezt mindjárt meglátjuk majd. Ja, ezzel kapcsolatban játszunk is egy kicsit. Csináljunk most egy olyat, hogy nem figyelsz hova megy, csak a szádon keresztül veszel levegőt. De így már muszáj figyelnem. Ahogy kényelmes. Oké. Okay. És kifúj. Jó. Majd mindjárt figyelünk rá, hogy hol veszel levegőt. Ma arra is kíváncsi vagyok, ugye kíváncsi vagyok arra, hogy automatikusan hova megy, ha nem figyelsz, mert valószínűleg nem tartasz még azért technikailag ott, hogy amikor tényleg egy maxhoz közeli súly van a nyakadba, akkor te még az összes többi dolgon kívül, hogy ne halljál meg a súly alatt, arra tudsz figyelni, hogy hova megy a levegő. Tehát akkor oda fog menni valószínűleg, ahova akar. Most csináljuk azt, hogy fogd meg itt az orrnyergedet, most kíváncsi vagyok, csak tesztelünk valamit. Ja? Kicsit így ezért csipkedd. Ja. Hogy érezd, hogy ott van valami. Az a mindjárt értelmet fog nyerni. Jó? És most azt a részt, amit csipkedtél, ragd le a kezeid, és azt a részt, amit csipkedtél, azt kéne elképzelni, hogy nézd, amikor levegőt veszel az orrodon keresztül, és ide. Akkor levegőt veszel az orrodon keresztül, azt képzeld el, hogy nem a, ide, hogy hívják ezt, orrcimpádon akarsz levegőt venni, tehát nem így akarsz levegőt venni, tudod, mint a szívnád az orrodat, vagy nem tudom, hanem úgy akarsz levegőt venni, hogy mint hogyha a levegő az már egyből ide a homlok üregedbe áramlana. Jó? Tehát ide. Aha, ide kell levegőt venni. Ragd le a kezed, lélegezz ki. Lélegezz ki teljesen, és most képzeljük el azt, hogy ide akarsz levegőt venni. Oké, okay, és kifújod. Oda akarsz levegőt venni fölfele. Érzünk-e különbséget? Nem akarom belemagyarázni. Én sem. De én azt látom, hogy most is kicsit föntre kezdődik a levegő, de az a rész, amit mi hasi légzésen fogunk érteni, hogy ez itt a bordád alatt, hogyha itt most megfogom, akkor azt kell éreznünk, hogyha jól lélegzel, hogy kilöki a kezemet itt ez a rész. Nem azzal kidülleszted a hasad, hanem hogy oda veszed a levegőt, és kifújod. És ide veszed a levegőt. Aha, na ezt kell éreznünk. Nagyjából ráéreztél, nem?
hogy mit kell csinálni. Ja, érzem, hogy kéne venni a levegőt. Aha. Csak fura nekem még orronát venni. Jó, tehát azt akarjuk csinálni, hogy amikor te súlyt veszel a nyakadba, akkor semmi esetre se legyen ez a borda itt magasan. Hogyha ez a borda magasan van, akkor az mit fog nekünk jelenteni? Itt van neked a bordakosár, itt a medence, és a kettő, ez így elfele fog mutatni egymást, ugye nyitott ólónak hívják ezt, ami azt fogja eredményezni, hogy ez a rész, hogy ami elfele mutat egymástól, ez a rész, a hasad, az meg lesz nyúlva egy picit, és nem tud stabilitást adni. Tehát mindig, mielőtt lemész, egyébként felhúzásnál ugyanez, nyomásra ezen vonatkozik, ott nyilván hidalni kell, de mindig mielőtt a rudat a nyakadba veszed, nagyon fontos, hogy beállítsd a bordákat jó helyre. Valószínű, hogy neked alapjáraton, ha nem is mondom, hogy örökké, de már itt fog maradni, nem fog ez holnapra meg jövő hétre változni, de nagyon fontos, hogy ennek tudatában legyél, érezd azt, hogy kell leszorítani a bordákat, és hogy kell azt a törzsfeszítést a légzés segítségével produkálni. Tehát csinálunk most egy olyat, hogy megfogod itt az alsó bordákat, jaja, az is elég, hogyha kezeiddel így érzed, hogy mi van, jaja, és orron keresztül veszel egy akkora levegőt, amekkorát csak tudsz, és utána picire zárt ajkakon keresztül kipréseled az összeset. Nagy levegő, és lassan, picire zárt ajkakon keresztül préseled. Erősen. Még gyorsan. Préseled, még préseled. Jó, most kerültek a helyére az alsó bordák, most feszíts rá a hasadra? Na most már nagyobb a hasfeszítés, igaz? Na ezt kéne éreznünk, most nyilván, hogyha már úgy akarsz kezdeni guggolás, hogy kilélegzel, akkor az egy veszett dolog lesz teljesen, mert levegőt venni kell. Ezért lesz fontos az, hogy a hasadba tudjál lélegezni. Jó, tehát így fogod a bordákat a helyükre rakni, hogy kilélegzel egy erőset, leszorítod őket, megfeszíted a hasadat, és utána veszel egy nagy levegőt ide a hasadba. Most csináljuk meg ezt. Tehát kifúj, kicsit gyorsabban is fújtod a levegőt, úgy van, oda, nagy levegőt veszel a hasadba, ide, és rá, igen, majdnem, jó, még egyszer. Úgy, és ide vegyél levegőt. Jó, sokkal jobb volt, de már megint picit felemelkedett, érezted? Oké, és kifújod. Most csinálhatsz egy olyat, hogy te megfogod a csípődet itt, nem a medencét, meg nem a borát, hanem ott a derék részen. Aha, ott megfogod, kifújod, leszorítod a bordákat. Így van. Ne feszítsél nagyon, most csak egy ilyen 10/2-es feszítettség legyen a hasadba, és most vegyél ide levegőt, hogy 360 fokba, azaz, mintha egy lufit így felfújnál, ez a jó hasfeszítés. Érezted a különbséget? Azt kell elképzelned, hogy ahogy levegőt veszel, akkor a levegő az nem így akar jönni, hogy így, hanem hogy levegőt vesz, az kicsit lefele kell, hogy nyomja az egész csípődet. Még egyszer. Így van, nagy levegő ide. Oda, és ráfeszítesz. Nagyon fontos az, hogy olyan hatalmas levegőt nem fogsz tudni venni. Tehát akkor fogsz tudni baromi nagy levegőt venni, hogyha ide is veszel levegőt, meg ide is veszel levegőt. De ugye most egy guggoláshoz mekkora levegő kell? Olyan őrültül nem nagy. Tehát ezért van az, hogy nem kell úgy levegőt venned, hogy teliszívod a hasadat és a mellkasodat így teljesen fölfele, hanem csak a hasadba vesz egy pici levegőt, ráfeszítesz, és aztán megugolsz is. Nem lesz ez most még tökéletes, Tina, tehát ezt gyakorolni kell. Hogy gyakorold ezt? Hülyén néz ki, de hogyha bemelegítésnél csak annyit csinálsz, hogy lefekszel így, és csinálsz 5 ilyen légzésciklust, azzal már ezt jól fogod tudni gyakorolni. Figyelj arra, hogy szoktál nyújtani, azt nem tudom, beszéltük-e, szoktál nyújtani. Figyelj arra, hogy nyújtás közben mindig a hasadba vegyél levegőt. Az egy tök jó gyakorlás, egyébként eleve oda kéne. És nyújtás közben ez egy jó ötlet lehet. Törzs gyakorlatoknál is figyeljé, planknél, hogy amikor plankelsz, akkor is mindig oda menjen a levegő. És ezt nagyon jegyezd meg, hogy ő nem szúrhatja át itt a pólót, mert egyébként igen, azért áll ki, mert egy pici levegőt ott mindig bent tartasz. Most az a teljes kilégzés, amit csináltál, az is ilyen szokatlan volt, hogy kilélegeztem teljesen, és ez egyébként még egy csomó más hülyeséghez vezet, felhúzza a vállakat, egy picit beállhat tőle kicsit a csukja, a derekad is beállhat tőle, mert hát mi történik? Felbillen a bordakosár, és ő megnyúlik, ő meg kicsit feszesebb lesz, és ilyen, kicsit ilyen pucsítós lesz a sztori tőle. Én érzem is egyébként, hogy alaphelyzetben is így kicsit így lepucsítom, vagy nem tudom, a derekamat úgy próbálom meg.
Igen, az nyilván lehet attól, hogy a, attól is lehet, hogy a medencét hogy áll, meg attól, hogy a bordakosár, hogy a medencének is erre fele kell mutatni, meg a bordakosárnak is erre fele kell mutatni. Na, folytassuk ezt az egészet onnan, hogy nézzünk meg ugyanezt dead bug pozícióba. Kezeket felrakod, ide, térdeket felhúzod. Azt szeretném, hogy kb. Itt derékszög legyen, meg itt is derékszög legyen. És csak ide valahova. És válszéles, vagy csípőszéles terpezbe legyél. Aha. Na. Jó, azon mindjárt játszunk. Csinálunk egy olyat, hogy le kell nyomnod erőből a kezemet itt. Úgy van. Ugye ezt hogy csinálod, a medencéret hátra billentetted, igaz? Jaja. És figyelsz arra, hogy a levegőt kifújd innen. Fújd ki erősen. Jó, és most itt maradunk, és piciket lélegzel ide, úgyhogy közben ez a hasfeszítés, amit te érzel, ez nem múlhat el. Jó? Igen. Nem baj az. Ugye a haskerék. Jó, oké. Okay. Nem ide lélegzel sose, de mindig ide lélegzel. Piciket, piciket, csak piciket. És kifúj. Hogyha az segít elképzelni a hasi légzést, hogy azt képzeled, hogy nem a köldöködbe, hanem a köldököd alatti részre kell még lélegezni, akkor próbáljuk meg úgy. Azaz, aha, szerintem kicsit jobb most. Így van. Na jó, ez lesz az a törzsfeszítés, amit fenn kéne tartanunk mindig gyakorlatok során. Innentől utána a dead bugnál lehet a kezet meg a lábat is kicsit mozgatni. Azt nem szeretném, hogy a lábat mozgass, mert valószínű, hogy neked akkor kattogni fog a csípőd, ami kattogni szokott. Tehát most csak annyit csinálunk, hogy a kezeidet, vegyél egy nagy levegőt, feszíts rá hasadra, így van, préseld itt ezt a részt lefele, aha, és a kezeidet közelítsd mind a kettőt a talaj felé, mind a kettőt a talaj felé, itt tartsuk meg, és itt lélegezz egy párat, úgyhogy közben ezt tartsd itt feszesen. Kicsit csalsz, most érzed, nem lapítod ki a kezemet annyira, mint kéne. És itt lélegezzünk egy párat. Így van. Oké, okay, és most jöhetsz vissza. Hasad kicsit fáradt benne? Azt kéne érezni, hogy a hasad ilyenkor dolgozik, mint az állat. Próbáljuk meg azért a lábat is, ha kattog, akkor majd játszunk kicsit vele. Először a jobb lábat egyenesítsd, és közelítsd a sarkat a talaj felé, ezzel nem kompenzálsz. Jó, hát nem jó, bírom. Itt állj meg, itt állj meg, itt állj meg. Már meg. Aha, és tartsd meg egy picit, vegyél egy pár levegőt, mert be tudok nyúlni a hátad alá, az nem lesz jó. Oké, okay, gyere vissza. Nem, oké, okay, lerakhatod a lábad. Na, nem a hátad gyenge, hanem a törzsed gyenge. Az van, hogy ugye amikor a lábadat elkezded előrefele nyomni, közelíteni a talaj felé, akkor a lábad azért van rajta hús rendesen, van rajta izom rendesen, tehát a lábadnak a tömege az elkezdi a medencédet előrefele húzni, és ennek akkor tudsz ellenállni, hogyha a hasad erős. Hogyha a hasad nem elég erős, akkor nyilván nincs mi stabilitást adjon, és elkezd a medencéd előrefele billenni, és egyébként most mondtad, hogy ne olcsalak szét, nem szétoltani akarlak, csak hogyha egy ilyen könnyű gyakorlat nem, mert azért nyilván ez egy alacsonyabb szintű gyakorlat, mint egy guggolás, 100 kiló vagy akármi, hogyha egy ilyen könnyű gyakorlat nem tud a medencédet stabilizálni, akkor valószínűleg guggolásnál is lesznek ezzel problémák, meg felhúzásnál is, meg minden. Tehát amit eddig most megbeszéltünk, abból olyan tanulságokat vonunk le, hogy kurva sokat kell törzsezni, még többet, mint eddig. Azt nem mindegy, hogy ezt a törzsezést hogy csinálod. Ha úgy csinálod ezt a törzsezést, hogy közben ezek itt kiállnak, akkor valószínűleg inkább csak a hátizmaidat fogod edzeni, meg nem azt, amit kéne, mert ugye arra szeretnénk edzeni a testünket, amire aztán használni akarjuk. Tehát erre nagyon figyelni kell, sokat törzsezni, bemelegítésni ezt a deadbugot berakni, és egy ilyen 1-2 percet töltse ebbe a pozícióba, kezeket, lábokat kicsit mozgatva, kicsit előfárasztva kvázi hasadat, és felkészítve az idegrendszeredet arra, hogy amikor majd súly lesz a nyakadba, akkor is ezt a hasi légzést próbáljuk produkálni. Álljunk fel! Hogy? Soha nem hasazott. Most már igen, de... Igen, ezt megbeszéltük. És egyébként, ja, mondod most, hogy nem nagyon szoktál hasazni. Ez így van egyébként mindenki nyilván. Cutlerbe jársz, tudod, hogy azért nyilván hogy csinálják, vagy nyilván aki izé, az kicsit haspréselik, vagy valami ilyesmi. De én is tudom, hogy amikor már, nem tudom, gyúrósként googoltam, meg húztam, nyilván nem plankeltem, meg nem törzseztem sosem, hát leszarjuk pont. És ebből pont ilyen problémák lehetnek. Miért lehet az, hogy neked kicsit fáj a csípőd a googolás alján, hogy köthetjük össze azt azzal, amit most tapasztaltunk?
úgy, hogy mit csinált a lábad, amikor elkezdted nyújtani, és, vagy mit csinált a medencéd, amikor elkezdted nyújtani a lábad? Felemelkedett. Az mit jelent? Előre billent, igaz? Így előre billent a medencéd. Na, most megnézzük azt, hogy hol fáj a csípőd. Ugye a bal csípőd az, ami fájni szokott. Felemeljük idáig a térded. És most azt fogjuk csinálni, hogy lezárjuk ezt a területet itt. Tehát flexióval mozgatjuk a csípődet. És azt már az előbb is mondtad, hogy itt fájt egy picit, igaz? Itt még nem fáj, de érzed, hogy... Aha. Lazán, egyéb. Aha. Na és csak, valószínű, hogy itt fog fájni. Nem? Jó? Akkor itt. Nagyon érdekes. Akkor itt. Aha, itt. Aha. Na? Szólok. Másik térrel próbáld lenyomni, aha. Tudod, hogy fáj, mikor... Aha, itt érzem, itt, itt az a fájdalom, amik szokott előjönni, aha. Igen. Itt ilyenkor azt csináljuk, hogy a legjobban ezt a részt... Igen, jó, oké. Okay. A legjobban... Igen, és miért akkor roppan egyet, meg akkor fájdul meg még jobban, amikor leengeded a lábad? Azért, mert előre billen akkor a medencéd, amit az előbb a deadbugnál is láttunk, igaz? Jaja. Itt van benne a combcsont. Errefele mozog ugye a combcsont guggolásnál, tehát ez a rész záródik itt le. Errefele mozog flexióban, amikor a térded a mellkasodhoz közeledik. És közben, hogyha a medencéd még előre billen, akkor itt sokkal hamarabb lezáródik a combcsont meg a medence közötti terület, és az ott irritálódhat, idegi fájdalom, meg minden ilyesmi kialakulhat. Ebből annyira nem gáz a sztori. Vegyél föl most egy ilyen válszélesnél kicsit szélesebb ugoló terpeszt, amit beszéltünk. Picit kifele forgatod a lábfejeket. Még kicsit szűkebbet. Szűkebbet? Még? Jó, ez itt jó. Ez itt jó. Na, és most rakjuk össze a guggolást lentről fölfelé. Nézted a guggolás oktató videót, már kívülről tudod, remélem. Ugye mit kell csinálni? Belenyomod a nagy lábujjat a talajba, a kis lábujjat a talajba, kiegyenesíted a térdedet, amennyire csak tudod, megfeszíted a combodat, mintha egy pózolni akarná, és kifele csavarod a térdeidet. Igaz? Errefele, kifele, úgyhogy a farizom feszüljön. Jó? Ez itt most nekem egy nagyon fasz a kezdő pozíció. Azt kell érezni, hogy nagyjából a talp külső élén van a testsúlyod, de a nagy lábujjat is lenyomod közben egyidejűleg. Megvan az? Megvan. Jó, tehát most idáig jók vagyunk. Rakj ki előre a kezeidet. Jó? Rakjuk a helyre a bordákat. Nagy levegő, kifúj, kipréssel. Oda le. Oké? Okay. Nem baj, ha kicsit görbének érzel, hát az most rendben van. Vegy egy nagy levegőt ide a hasadba. Jó? És azt szeretném, hogy nagyon lassan így próbálj csak legugolni. Csak ugolj le. Így van, és álljunk fel. És kifújod. Oké, okay. Most ezt tartsuk. Tartsuk meg, ezt vedd a kezedbe. Nagyon fura, mert tényleg görbének érzem a hátam, és azért nem görbe. Be. Aha. Oké. Okay. Leszorítjuk ide a bordákat. Hogyha egy kicsit a görbeségre rájátszol, most az se baj. Így van. Ezt itt feszíts, mint az állat, vegye nagy levegőt. És ezt a feszítettséget megtartva guggolj le. Tartsd meg a feszítettséget. És visszajössz. Aha. Jó. Oké. Okay. Még kettőt, jó? Érdeket kifele csavarod közben. És visszajössz. És még egyet. És vissza. Jó, na. Csípőd fájt. Nem. Jó, most nyilván így nem súly nélkül még, de meg kéne próbálni ezt rúddal is, üres rúddal, jó? Most csináljuk azt, hogy arrafele nézve. Jó? Hogy innen lássalak. Arra felmenjek, vagy nézlek? Is. Igen. Igen, hátrafele most nehéz lenne menni. Jó, na most megállsz még, és mielőtt kiemeled a rudat, nagyon szépen áll a hátra egyébként, ez kurvára tetszik, abban nem is fog beleszólni szerintem. Mielőtt kiemeled a rudat, leszorítod a bordákat, nagy levegő, kifúj, leszorítod a bordákat, így van, nagy levegőt veszel ide a hasadba, és most kiemeled, jó, kicsit előre sétálsz vele, és most még egyszer, ez a terpesz szélesség nekem jó lesz, aha. És most ugyanazt csináljuk, mint az előbb csináltuk súly nélkül. Bordákat leszorítod, az sem baj, hogyha kicsit ide lefele nézel inkább, jó?
bordákat leszorítod, nagy levegőt veszel a hasadba, és szép lassan lemész, úgy, hogy közben egyenes a hátad. Így van, és jössz föl. Szóval most ott tartunk, hogy nyilván abba a terpesz szélességbe guggoljál majd ezen túl is, ahol nem fáj. Hogyha az a véleményem, hogyha a törzsöt erősítjük, meg a farizmot erősítjük, nyilván ezek most ilyen klisé, de akkor nyilván jobb lesz minden, mert neked arányaiba most rád nézek is, hát nagy erős combjaid vannak, és a törzsed most, kiderült, hogy, hogy azért nem feltétlen, tehát nincsenek arányba a dolgok, és simán lehet, hogy csak simán ez okozza azt, hogy ettől fáj a csípőd. Amilyen terpesz szélességet most be kéne lőni, az akkor válszélesnél kicsit szélesebb, amit... Igen. Igen, és, előrefele mutató lábfejekkel inkább, mint kifelé. Aha. Csináljuk mert azt, hogy... X-lábaim is vannak. Igen. Csípőm, vagy hát a térben, igen. Tök jó, hogy ezt mondtad, hogy X-lábad van. X-lábad van, és mit jelent az X-láb? Hogy eleve, amit te is mondasz, majd kicsit befele rotál a csípőd. Ezért van az, hogy a befele rotációban jó a csípőd, és a kifelében nem. Mert neked ahhoz, hogy kifele rotációt csináljon a csípőd, először a combcsontnak kb. Neutrálisba kell jönni, és onnan tudsz csak kifele rotálni. Olyan, mintha azt szoktam mondani, mintha futóversenyen 30 méterrel a rajtvonal elől indulnál, mert még el kell jutni a normálisba, és utána tudsz majd kifele rotálni. Csináljuk most azt, hogy csak hogy guggoljunk is, mert szeretném megcsináljuk a mai guggolást nyilván, hogy kezdjük el pakolgatni. Jó? Most csináld azt, amit eddig csináltál minden, csak figyelj arra, hogy leszorítsd a bordákat. Hasba nagy levegő. Csak erre figyelj, amit most beszéltünk, és aztán csak ugolj le, nyomd kifele a térdeket, és csak lefele. Így van. Nem fáj most, igaz? Ja. Oké, jó, rakjuk fel 60-ra, menjünk fölfele. You see us coming in.